téged, kedves jubiláló házaspár! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm magam és községünk önkormányzata nevében a jubiláló párt kedves családtagjaikat. Megtisztelő számomra és örömmel tölt el, hogy ezen a szép családi eseményen házasságkötésük 50. évfordulóján közreműködhetek. Az életben, ha nem is gyakran, de vannak ünnepek, események, amikor elfeledve a mindennapi gondokat, átadhatjuk magunkat a pillanat varázsának. A mai rohanó életben érdemes megállni néhány ünnepi percre, amikor igen ritka évfordulót ünnepelhetünk. Az 50 évvel ezelőtt vőlegény, mennyasszony Imre és Erzsike az élet nagy ajándékát kapta meg, hiszen megtalálták egymásban azt a társat, akivel érdemes volt együtt élni, akinek az életét szépé varázsolták. 50 évvel ezelőtt két fiatal, Péter Imre és Kriss Erzsébet megjelent almásvizető anyakönyvi hivatalában, hogy külön-külön szőtt tervezgetéseiket a jövőben közösen valósítsák meg, és egyéb tartozásokhoz kimondhassák a boldogító igen. Igen, napra pontosan 50 évvel ezelőtt, 1962. november 10-én kötöttek házasságot, és írták alá az anyakönyvezető előtt nyilatkozatukat a házassági anyakönyvben. Azóta 50 év telt el, szeretetben, békességben, most pedig ismét itt almásvízitől, de már egy új házasságkötő teremben, gyermekeik, unokáik és a kedves ismerősök előtt példát mutatva megerősítsék az akkor tett fogadalmukat. Imre és Erzsike már tudja, hiszen életük bizonyította, hogy 50 évvel ezelőtt felelős ígéretet kaptak adott ígéretük ellenében, ezért kérem önöket, tegyenek most újra hitet akkori elhatározásuk mellett. Kérem, álljanak fel! Fogják meg egymás kezét, és mondják utána a fogadalom szövegét. Mi házastársak, ünnepélyesen fogadjuk, hogy az 50 évvel ezelőtt tett házassági fogadalmunkat megtartjuk. Azt megerősítjük. Köszönöm szépen, foglaljanak helyet. És először megkérjük Erzsikét, hogy írja alá a ünnepélyes bejegyzést. Ugyanezt kérjük minden bácsitól is. Kedves Rékány házaspár! A tulajdonlapodalom számában és elnevezésében is kiemelkedő. Nem véletlen, hogy nemes férhez hasonlítják az évforduló elnevezését, mert ebből kevés van, értéke viszont annál nagyobb. 50 év, fél évszázad. Elmondhatják, hogy kétszeresen is megünnepelték. Először, mikor megérték és megünnepelhették 51. születésnapjukat, másodszor, amikor házassági kötéléken belül szerzett társakkal együtt tölthettek el ennyi napot. Sokszor egy nap is hosszú, véget nem ért nagyon tűnő, s valamikor egy év úgy rohan el az ember életében, mintha csak egy nap lett volna csupán. Valahogy így telt el ez az 50 év is. Ketten együtt indultak el. Ismerték és hitték a mondást. Egyszer és soha többé, ennyi az élet. Ebben az egyben kell jónak, tökéletesnek és boldognak lenni. Felelősséggel éltek, felelősséggel egymás és családjuk iránt. Önök előtt mostanában bizonyára letergett az 50 évvel ezelőtt történtek sora. A megismerkedés, a jegyesség, az 1962. november 10-e, majd a házasság időszaka. Úgy vélem, a napokban végigtergették egymás közötti beszélgetéseiben az együtt töltött éveket. Az évek múlásával ugyan megkopnak az emlékek, de azért gyakran felfelvillan egy-egy elfeledett esemény, ami mosolyt csal az arcukra, egy részlet, kedves szavak,
a nagy elhatározások, közös erőfeszítések hosszú sora. A dolgos hétköznapok szorgalma, verítéke, az ünnepek meghitt melege. A kellemes esték családi körben, a pihenés jól eső csöndje. A jóízű beszélgetések, a virágos tavaszok, a forró nyarak, a színes őszi napok és a nehéz telek. A saját otthon megteremtésének gondja, gyermekeik Levente és Klári érkezésének öröme az átvirasztott éjszakák. Első lépései, első szavai feletti öröm, az iskoláztatás, a nevelés gondjai, szép felelőssége és boldogsága. Gyermekeik felnőtt érése, első munkanapjuk, családi alapításuk, majd unokáik, Nikoletta és Orsolya megérkezése, kedves mosolyuk, ragaszkodásuk, kis csínjeik, hízelkedései. A közös küzdelmekben fonottak szorosabbá a szeretet szálai. Most érzik igazán, mennyi minden segítette át önöket a türelem, a ragaszkodás, az egymás iránti megértés, a kértő aggodalom. Levente fiúk, Klári lányuk, Péterbejük és Judit menyük, két unokájuk, valamint rokonaik, barátaik meleg szeretete, gondoskodása, tisztelete veszi körül önöket. A család mindig nagyon fontos volt önök számára. Boldog életérzéssel tölti el önöket, hogy érdemes volt vállalni mindent, érdemes volt küzdeni, szeretni. A mai napon, amikor az 50 évvel ezelőtti fogadalmukat megújították, azt erősítették meg, ha újra kezdhetnék, akkor is egymást választanák. Kérem, szorítsák meg egymás kezét azért a sok-sok szeretetért, amit egymástól kaptak, és kitartottak minden körülmények között egymás mellett, és a készorításban legyen benne gondolat is. Azt akarom elmondani neked, nem neked, a napnak és a földnek, a víznek és a szélnek, a jó Istennek, aki megteremtett, hogy most tudom csak miért éltem eddig, hogy ajkaid lehelette a jóság, szemed a derült ég, s gyöngétséget kezettől tanulta a félék rügyet ringató napsugár. Kívánom, hogy valamennyi jelenlévő élete hasonló legyen az önökéhez. Tiszta szívemből kívánok, hogy szeretteik mosolya gyakran derítse fel arcukat továbbra is, lejjenek sok örömet családjukban, éljenek jó egészségben, hogy kívánt labudalmunkban és együtt ünnepelhessünk. No. És fogadják szeretettel az emléklapot ennek a szép lapnak az emlékére. Megcsókolhatjuk egymást? Peti, fölbontod a Pezsit? Valami semleges irányba lőjé. Jó, jó.
Csak nyomkodom, jó van. Hát ez olyan volt, mint én is most a... Na, kicsit... Na, jó van. Vége egy kicsit elég volt szerintem. Gyárkémény is benne van? Ilyen, hogy szokták mondani ezt? Ilyen csecsegőképpen szokták ezt. Most kezdő volt egy 95-ös játékos, 17 éves. Ezt nem értem, hogy ő, ez a szállító biztos,